Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, önök a Heti TV-t, és a Pilpót látják, M. Kende Péter vagyok, és természetesen Kardos Péter főrabbival fogok beszélgetni ezúttal is Zoomon keresztül. Előre elnézést szeretnék kérni a főrabbi úr nevében, de majd ezt ő is el fogja gondolom mondani. Még mindig nem a legtökéletesebb a hangja, de remélem, hogy mindebből nagyon keveset fognak önök észrevenni, hiszen az a lényeg, hogy milyen fontos dolgokról beszélgetünk. Jó, üdvözöllek Pétert, szervusz! Szervusz, jó reggelt kívánok is, hogy eleget tegyek a Kende barátom kérésének. El kell mondanom, hogy ha énekelve kéne előadnom a mondani valómat, nem vállaltam volna. Ez a szokásos járvány napjainkban még mindig sújt, és külön szerencsének tartom, hogy egy ilyen rövid heti szakasz jutott részemül. Tudnék, rövid azért, mert Mózes neve nem szerepel benne. Hát ha csak ennyivel rövidebb, nem jelentős ugyan, de ennyivel. Ez jó. Jó volt a felvezetés, de azért próbáljuk meg egy kicsit, ha lehetséges, egy lehelletnyit nézzünk körül a világban. A mai nap azért is emlékezetes, ugye február 22-e van, ha jól tudom, Szóval, hogy 2 éve tart az orosz-ukrán háború. Plusz ugye október 7-e óta tart Izrael háborúja is. Nagyon rossz idő van, ráadásul járvány van, te is beteg vagy, akkor most semmi pozitívumot nem tudunk mondani, hogyha világban körülnézünk. Mi akartunk mi valamikor egyáltalán pozitívumot mondani? Időnként legalább egy picit, egy lehelletet nem ártana, vagy nem tudom. Szerintem időnként nem ártana, bár most biztos nem tudunk, mert ahogy körbenézek, semmi jó dolog nem történik most. Hát nézz oda, nézőpont kérdése. Ha különvesszük a világi és a hitközségi vagy zsidó eseményeket, hát nyilván van pozitív, ha nagyon akarjuk, tehát még élünk, nem haltunk meg, egy pozitívum. De azt hiszem ez nagyon fontos. Igen, ez a legfontosabb. Bár ugye azt szokták mondani ilyenkor, ugye felhasználva a kardosféle örök optimizmust, olyankor azt, hogy hát élet ez! Bízunk abban, ugye nem tudunk más tenni, mint reményked imádkozni azért, hogy ez a két háború valamilyen belátható időn belül véget érjen. De már említetted a hitközségi dolgokat, ott te szerinted most mi minden történik? Van csönd van, vagy van lehet valami pozitív várakozás is? Én részemről le vagyok döbbenve, de ez az én saját bajom, más nem biztos. Megtapasztaltam, ez megint a hosszú élettel járulékos szó lesz, hogy akiket én megismertem évtizedekkel ezelőtt, harcos emberek voltak bizonyos ügyek mellett. Most azok a bizonyos ügyek, amik ellen harcoltak, újra vannak, de már, hogy mondjam, beleöregedtek, belefáradtak, és már nem harcolnak ellenük. Tudom, rejtélyes vagyok, de a téma nem idegen a te családodtól sem egyébként teljesen. Ivy. Viszont Púrimról szól a bizonyos történet, amiről én eddig szóltam, az akkor is a Púrimot fedte, most is a Púrimot fedi. Pontosabban meg ideolvasást. Hát értem, amit mondasz. Ez egy... Segítsünk a nézőknek, vagy... Szerintem, akik tudják, azok úgy is tudják, akik nem tudják, most én a kor változása, már az emberi kor változásaival foglalkozom, az a bizonyos generáció kutató, akiről mindig beszélek, felbecsülhetetlen értékes munkát végzett. Tehát mondom,
akkor elmondom az előzményt. Van egy rabbi, neológ rabbi, aki évekkel ezelőtt fegyelmit kapott azért, mert a templomában, a Megile olvasásnál azt hiszem egy mondatot egy nő olvasott. Hát összeült a grémium, szóbeli figyelmeztetés, megrovás. Most már nyíltan hirdetik, hogy ez lesz. Na de én azt a megrovást sem értettem. Függetlenül attól, ugye persze elmondtad, és a nézőknek akkor tartozunk ennyivel, hogy ugye a család érintettségem azról annyit kell mondani, hogy ugye most is lesz egy megíraolvasás, ahol nők fognak olvasni Eszter könyvéből, és a feleségem is az egyik részt föl fogja olvasni. Nem erre gondoltam egyébként. Nem erre gondoltál. Nők és neológ rabik együtt fognak. Na de kérem szépen, ugye erre ugye, aki ezt bármilyen szempontból vitatja, ugye akkor van egy alapkérdés, hogy Purim napján meghallgatni, vagy elolvasni-e, melyik a micve? Én ugye úgy tudom, de lehet, hogy én tudom rosszul, hogy elolvasni. No, már most elolvasni kell, akkor ez alól ez én olvasatomban, és nem csak azért, mert elfogult vagyok, természetesen, ez akar, tehát ebbe a nők is beletartoznak. Igen, csak az akkori felfogás szerint, tehát pár éve, ez elképzelhetetlen volt. Hát eleve női hangot sem szabadna hallani, de nem a neológ templomokra persze, de az az alapkiindulás. Na de, ha együtt egy neológ zsinagógában, de ha nem neológ zsinagógában, hát mondom, már nem, hogy nem kap megrovást, vagy az illető rabbi vagy rabik, hanem szó nélkül tudomásul van véve. Én ezt nem kifogásolom, ne tévedjünk, csak mutatom, hogy a generációk beleöregednek valamibe, és akkor már tényleg más gondjuk is nagyobb vagy kisebb annál, mint hogy ilyenekkel foglalkozzanak. Igen. Ez a lény, mondtam, tehát a korral feladják, vagy fel kell, hogy adják egykori harcos nézetüket. Én nagyon remélem, hogy semmilyen konfliktus nem lesz ebből idén, utólag sem lesz konfliktus, és abban is nagyon bízom, hogy ez egy nagyon jól sikerült esemény lesz. A résztvevők egy, nagyjából tudom, hogy kik fognak olvasni, a résztvevők egy részéről, akikről tudom, bizton állíthatom, hogy egyébként akár különből fognak olvasni, mint egyes férfiak, amit itt a nőkről beszélek, úgyhogy nagyon-nagyon nagy érdeklődésre várom magát az eseményt, úgyhogy jó lesz szerintem, de meglátjuk, hogy milyen visszhangja lesz majd utána. Értem, mivel nem szeretném, ha bárki félreértene. Én nem is értem. Nem ismétlen. Nekem semmi kifogásom nincs, de itt az a helyzet, hogy most kedvező a mérleg arra felé billen, mégpedig azért, mert akik akkor harcosan kiálltak a neológia hagyománya mellett, tehát ez ellen, azoknak nincs utánpótlásuk. Tehát még mindig ugyanaz a illető, meg illetők vannak azon a beosztásban, akik akkor voltak, de nincs már mögöttük utánpótlás. Értettem. Tehát billen a reform felé magyarul. A reformot, mint megújhodás, nem pedig, mint reformirányzatot értjük. Gondolom én. Azért is jó, hogy ezt fölvetetted egyébként, mert akkor egy gyors oldalvágással eljuthatunk a heti szakaszhoz is. Ugye te elmesélted azt az elején, hogy ugye ez azért különleges Tecavé heti szakasza, mert ugye ez az
a Mózes feltűnése óta tartó időszakot nézzük, ez az egyetlen egy olyan heti szakasz, amiben Mózes neve nem szerepel. Ezen kívül ebben a heti szakaszban van még egy nagyon fontos dolog, ugye, ez a örök mécses, ugye, aminek mindig égnie kell a szentélyben a lángnak, de nem erről szeretnék beszélni veled, hanem szeretnék mondjuk a külcsin-belbecs fogalmáról beszélni, ha lehetséges. Tecávé heti szakaszában a főpapi öltözékről is szó van. Hogy legyen, milyen hímzés, csengettyűk, arany, mindenféle dísz, aminek rajta kell szerepelni a főpap ruháján. Ez egy nagyon... Igen? Figyelek! Nagyon szívesen beszélek róla, de általában én jobban szeretek aktualizálni. Ha valami olyanról olvasunk, aminek semmi, hogy mondjam, utójátéka nincs, eltérően a heti szakaszból derül ki például a menórának a szerepe, amelyik nem véletlenül lett a legszentebb, legjellegzetesebb zsidó jelkép. Itt a tzáve magát, a szó már összefügg, ugye tört olajat kell hoznia a örök mécsesbe. A tört olaj, hogy az világít, ez már átmeneti, áthallásos magyarázatot jelent, hogy bölcseinknek egy része a zsidósághoz hasonlítja. A tört olaj ugye az volt, hogy minél jobban összetörik, majd annál jobban világít, különösen az első cseppek azok a szentek, amik alkalmasak a örökmécseshez, és az Isten a népek világító testének tartja a zsidóságot, és azt is minél jobban törik, annál jobban kell, hogy világítson. Hát ez egy szónoki fogás is lehet persze, de ennek van legalább vallási háttere, anélkül, hogy aktualizálni kellene bármit. Értettem. Valóban egyébként, de ez is picit összefügghet azzal is, amit szeretnék kihozni ebből a történetből, ebből a főpapi öltözékből, ami egy nagyon fontos külsőség, külcsín. És ugye én bárhol megjelenek, az én rám néznek, ugye az én külsőségeim, ez hozzátartozik az a ruha, ami éppen rajtam van, az, hogy szakállam van, az, hogy miért hordom így a homlokomon a napszemüveget, stb. És a külsőséghez hozzátartozik a szájam is. Ha rám néznek, az is az én részem. És akkor fordítunk egyet, úgy kell kinézzek kívül, tehát az önazonosnak kéne kinéznem, Isten igazából, ugye olyan, a külsőség, külső jegyeim alapján be lehessen azonosítani, vagy meg lehessen tudni azt, hogy én milyen is vagyok belülről. És akkor mint te adjál Istennek, hogy nincs semmi külsőséges olyan látvány idézőjelben rajtad, ami speciális, megjegyezhető. Itt lehet egy vágás az arcon, lehet egy seb a füleden. Tehát hagyjuk ezt. Ez egy jó dolog, de hozzátartozik a külsőséghez is persze, hogy én fiatalabb koromban, amikor még bármi furcsa, sokkal több hajam volt, fekete hajam volt, sokkal nagyobb szakállam volt, fekete szakállam volt, akkor ugye én, hát, és akkor is sűrűbben tömegközlekedtem, mint autóztam. Azt nem mondom, hogy heti rendszerességgel, de havonta 2-3 alkalommal biztos, hogy találkoztam olyan emberrel az utcán, aki a külső jegyeim alapján mondott rólam, tök ismeretlen ember, ítéletet. Hát nagyon finoman fogalmaztam, hát rendszeresen lezsidóztak. De nem is ezt akartam volna kihozni az egészből, hanem a szánkat. Tehát az, hogy mennyire vagyunk önazonosak akkor, amikor
valami, bármiről, ami minket foglalkoztat ebben a világban, mondunk valamit. De céloztam, hogy a korral megváltozik az önazonosságunk. Így igaz. Hiába érzem én azt, hogy én ugyanolyan vagyok, mint 50 évvel ezelőtt. Más viszont biztos, hogy rajtam is érzi, hogy nem vagyok ugyanolyan, most nem külsőségeiben felfogálva. Ugyanezt mi meg úgy látjuk, hogy mások változtak meg. Tudod, mindenki megöregedett kívül bennünket. Így igaz. Aktualizálásnál maradjunk. Itt a heti szakasz. Igen. Tudod, mi a különbség, hogyha most íródna ez a heti szakasz és a régi között? Na, erre nagyon kíváncsi vagyok. Készen, mert régen azért maradt ki Mózes neve a hagyomány szerint, mert az aranyborjú sztori kapcsán Isten úgy határozott, hogy elpusztítja a népet. És arra Mózes alkudozott, ne a népet pusztítsd el, engem hagyjál ki a Tórából. Hát addig alkudozott, a Tórából nem lehet, mert a sztori nem áll így meg, de ebből a heti szakaszból kihagyla. Ez azért is egy büntetés vagy szankció lehetett, mert pont Mózes születésnapja van ennél a heti szakasz körötti dátumokban. Most ugye idén nem, annyit segítünk a nézőknek, hogy most idén a naptár csúszása miatt van egy kis, tehát a szökőév miatt van egy kis csúszás a naptárban, de figyelünk, igen. Na most azt mondtam, különbség, ha ma íródna ez a heti szakasz. Ha ma íródna, egyszer csak valaki rájön, te jó Isten, hát kimaradt Mózes neve, ez hogy lehet? Hát most már nem tudjuk betenni, de találjunk ki valami történetet hozzá. Például, hogy nem, valamit, tehát miért direkt hagytuk ki, és hogy ő se legyen megsértve, beszéljünk vele, és ő majd vállalja el, hogy ezt ő kérte. És akkor ezt így megalkusznak, és így ugyancsak Mózes neve nélkül íródna meg az a heti szakasz. Na, mit szólsz? Egészen brilliás, és azért is egészen brilliás, mert ebben a gondolatmenetben, amit most az előbb elmondtál, hát mindenki beleláthat mindent. Aktuál politikát, nemzetközit, hazait, zsidó ügyeket, mindent. Tehát ez egészen brilliás. Azt kell mondanom neked, hogy vagy politikai elemzőnek, vagy stand-uposnak is elmehetnél még. Nem tudom, hogy... Ez az abszolút. Tehát azt gondolom, hogy el kéne rajta gondolkodnod, hogy szabad idődben esetleg valamilyen egyéb feladatot is bevállaljál, hogy elmenjél a stand-uposok közé fellépni, vagy pedig valamilyen politikai elemzőként is fölléphetnél, mert egészen brilliáns a felvetés. Hát az nem a rabbi foglalkozás hivatásnak valamilyen hajtása, de az ténykérdés például, hogy az idős emberek, nem csak rabik, de a rabiknál én tanúja voltam annak, minél idősebb volt a nagy tiszteletű professzoraink, egyre gyakrabban önmagukról beszéltek. Független attól, hogy temetés, esküvő, születésnap, folyton saját magukról beszéltek, és ez jut eszembe, hogy nehogy előforduljon velem is ez, mert tulajdonképpen mi az a mondani való, miért önmagáról beszél az illető? Hát nyilván azért, mert a legközvetlenebb élményei, emlékei a saját életéből származnak. Hogy ennek van-e átfedése az illetőhöz intézett szónoklatba, az teljesen semlegesé válik, és önmagáról beszél ugye az életútjáról, jelentős életállomásait, nyugodtan szakíts félbe, ha már kórosnak tartod. Tehát önmagáról beszél, mert úgy érzi, hogy pozitív példájával hatni tud az illetőre, illetve a hallgatóságára. Hát de ez szerintem tök természetes, és ez én szerintem kortól független kéne, hogy legyen, mert akármilyen korú az ember, amikor kiáll egy ember elé, egy közösség elé valamiről beszélni, a heti szakaszról elmondani a saját gondolatait, tanítani, teszem azt. Tehát én nagyon fontosnak tartom azt, hogy én amikor bármikor kiállok a dvártórát tartani, én mindig úgy indulok neki, hogy eszembe jutnak
saját életemből történetek, és pont azért jó, mert ha szomorú történet, vidám történet, vicces történet, siker, kudarc, először is ugye érdemes ezeken saját magamba végigmenni, kvázi beismerni azokat, hogy én hol hibáztam, ha hibáztam, mert persze hibáztam természetesen, és ebből szerintem a hallgatóság, bármennyi ember is ül velem szembe, nagyon sokat tud tanulni, és ha úgy adom elő, akkor akár még érdekes is lehet. Akár még érdekes is lehet. Azt történt, hogy félreértettél engem. Én ezt magánszámnak szántam, paródiának, vagy önparódiának. Igen, több mondatot saját magamról mondtam, és mondom, ez kortünet, amikor, és elkezdtem magamról beszélni. De nem paródia, szerintem. Én meg komolyan vettem, kérem szépen. Hát most akkor mit csináljunk? Most akkor de tényleg? De tényleg önmagadról beszéltél most az előbb? Abszolút szándékosan. Teljes mértékben szándékosan. Teljes mértékben szándékosan. Hát akkor te is paródiának szántad, de azok az illetők nem bánják. Mindig attól függ természetesen, hogy te hogyan adod ezt elő. Nem, hogy hogyan adod elő, de hogyan adod elő végül is. Így lehet, hogy milyen stílusban beszélsz? Mik azok a hangsúlyos pontok, amiket kiemelsz? És ettől függ az egész. Úgy volt, hogy most egyébként a héten én kiállok a saját közösségem elé, vagy ahhoz a közösséggel, ahova én járok pontosabban, nem az enyém, az a közösség. És már majdnem kitaláltam, hogy mi mindenről fogok beszélni, és természetesen a mondandóm túlnyomó többség a saját történeteimből táplálkozott volna, ha én adtam volna elő, de hát nem ez történt. Nem ez történt. Figyelj egy percre, most már utolsó célzás. Gyász be! A rabbi fölmegy, és elmondja, hogy az elhunyt nekem jó barátom volt. Nagyon sokat számított nekem, mert amikor összebarátkoztunk, én munkanélkül voltam. Ez a munkanélküliség nagyon sújtott engem is, a családomat is, és nagyon nehéz anyagi körülmények között éltünk. Akkor ő segített anyagilag is. Ez azért számított sokat, mert egy új ruhát tudtam venni, kicseréltem a kocsimat, és az éhség teljesen távol került tőlünk, jól tudtunk lakni, és elegendő pénz állt rendelkezésünk, és végig erről beszél. Csak megemlíti, hogy jó barátja volt. Most már így egyértelmű? Abszolút mértékben egyértelmű. Eddig is egyértelmű volt, csak én ugye azt mondom, hogy én egy más hova helyeztem a hangsúlyt egyébként. Igen, hát nagyon kell egyébként ezeknél a beszédeknél odafigyelni, és nagyon kell mérlegelni azt is, hogy kikhez beszélünk és milyen alkalomból. Például Kokáért, te most gondolom, most pénteken hangodat kímélendő, vagy nem fogsz beszélni, vagy nem fogsz hosszasan beszélni. Nem tudom, egy nagyon kellemes feladatnak teszek eleget. Születésnaposokat fogok köszönteni, köztük a körzet legidősebb hívét, aki nagyon régen oda jár, Lebovics Imrét, 95. születésnaposát. Aj, én Lebovics Imre, hát mazel tov neki. Én őt ismerem, kedvelem. Igen, nagyon nagy múltja van neki. Nem csak a hitközsége belül, de általában a magyarországi zsidóság történetében is. És ebben az esetben valamelyik születésnapos lesz az, aki hosszasabban fog beszélni a közösséghez? Vagy hogy tervezed egyébként? Én megnézem a személyi igazolványomat, mikor születtem, és ahhoz önmagamról fogok végig beszélni. Példaképül állítom magamat. Na, mit szólsz? Ja, Istenem, csak komolyan mondom. Kedves nézőink, nem tudom,
emlékeznek el, amikor beköszöntem, mit mondtam, hogy természetesen Kardos Péter főrabival beszélgetek, mert ha valaki nem figyelt volna oda, csak most kapcsolódva pontosan rájött volna, hogy Kardos Péter főrabival beszélgetek. Hát hiába, a Kardos irónia az mindig utoléri az embert, nagyon helyesen. De... az irónia és az olvasónia között. egyre jobb, mintha csak magam találtam volna ki ezeket a poénokat. De akkor ezek szerint nem fogsz a heti szakaszról beszélni, vagy inkább csak megköszöntöd az ünnepelteket és kész. Vagy ha beszélsz, akkor te most mit fogsz kiemelni? Igen, ünnepelteket fogom csak köszönteni, remélem ugyanúgy elmarad a köhögés, ahogy most is. Ilyen köhögési szünetem hosszú nem volt már 2 hete. Ugye, hát ezért is tudtam azt, hogy neked ma mindenféleképpen beszélned kell velem, mert én itten olyan vagyok, mint Gyurcsok József, így távolba gyógyítok. Ez bocsánatot kérek, elnézést kérek mindenkitől. Szegény Gyurcsok úr már meghalt. Magán megjegyzésem, nálam van idegi alapon való köhögés is. Tegnap esti Fradi meccset végig köhögtem szinte. Hát, sajnálom, ami történt, hogy kiesett a Fradi, és ezt most neked is kifejtem, hogy sajnálom természetesen. Sokkal tovább már nem tudott volna menetelni egyébként, mert egyelőre szegénykém, szegény Fradi eddig, ennyi van benne. De ez sokkal több, mint bármelyik magyar NB1-es klub eljut. Tehát ez már olyan nagy távolság a többi magyar fociklub szemébe, amit föl se tudnak mérni. Van egyébként idegi alapú köhögés, ezt tudom, amikor én nagyon felkészületlenül érkeztem a bármelyik iskolába, és megpróbálták a tudásomat letesztelni, azaz kihívtak felelni. Volt, amikor idegi alapú köhögés, köhögő rohamot kaptam. Úgyhogy ez ismerős természetesen. Értettem. Akkor tényleg a hangodat kímélendő, kívánom azt a nézőknek, illetve azt kérem a nézőktől, tessék elmenni valamelyik zsinagógába péntek este, szombat reggel délelőtt, tessék meghallgatni, elolvasni a heti szakaszt, tessék meghallgatni a rabbik beszédét. Aki úgy gondolja, hogy szeretne egy ilyen születésnapi köszöntést a péntekes imával együtt meghallgatni, az mindenféleképpen írjon a zuglói körzethez, hogyha el akar jutni. Úgyhogy ezek lesznek, és hát jövő héten reményeim szerint már sokkal-sokkal jobb hangon, sokkal hosszasabban fogunk tudni beszélgetni, és talán akkor talán még énekelni is fog, nem tudom, hát nagyon bízom benne. És köszönöm szépen, hogy itt voltál, és Shabbat Shalom, Gut Shabbos neked. Shalom, köszönöm szépen.